A tanév megnyitása után nem egészen két hónappal mától az ország összes iskolája rátért az online oktatásra. Ez sokszor igen nehéz helyzetet teremt szülőknek, pedagógusoknak és diákoknak egyaránt. A múlt heti bejelentés, miszerint a járványügyi mutatókra való tekintettel mától csak online oktatás folyik az országban, egy olyan pillanatban történt, amikor a tanügyminisztérium újabb intézkedésekre készült. A tanév kezdete óta a szaktárca heti rendszerességgel újabb és újabb szabályokat állít fel, hiszen az online oktatás a technikai eszközök hiányán kívül is számos, módszertani, szervezési, de akár etikai kérdést vet fel. Az elsődleges eszközök, azaz a táblagépek hiánya nem újdonság. Köztudott, hogy ezt a problémát a szaktárcának nem sikerült maradéktalanul orvosolnia. Az oktatásügyi tárca most egy hosszabb távú megoldáson gondolkozik, egy úgynevezett digitalizálási stratégián. Múlt héten hirdette meg a minisztérium, hogy gondolkodik, és én úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogyha gondolkodik egy mindenkit megszólító stratégiában, amelyik egy választási cikluson túlmutat, mert talán nálunk ezért is van egy kicsi probléma, hogy mindig a kormányok egy-egy kormányzati ciklusra gondolnak, vagy még ennél rosszabb eset is van, amikor egy-egy miniszter, vegyük a tanügyminisztert, az ő mandátumára gondol, az pedig sok esetben egy évre, két évre szól legjobb esetben. Tehát ez a stratégia most van kidolgozás alatt, jelenleg online bárki hozzászólhat, tehát ebben a fázisban vagyunk. Ezt mindenképpen kellett volna már nyilván korábban sokat tenni ebbe az irányba, és nem a járványügyi helyzet mentén kipattant gyors megoldások keresése kellett volna erre a kényszerhelyzetet létrehozza, hanem erre már korábban rá kellett volna készülni, és olyan infrastruktúrális fejlesztéseket megvalósítani, amelyek sajnos az utóbbi 10-15 évben nem történtek meg. A hosszabb távra, 6 évre tervezett országos stratégia megvalósításáig az oktatásügyi tárca rövid távú, rögtön alkalmazandó, avagy éppen elvetendő javaslatokkal próbálja kezelni az online oktatás során felmerülő problémákat. Az egyik legutóbbi ilyen ajánlás az volt, hogy kivitelezhetőség hiányában ebben a fél évben a pedagógusok mondjanak le a dolgozatírásról. Más kritériumrendszert, amely alapján felmérjék a diákok tudását és fejlődését, viszont nem dolgoztak ki. Ugyanakkor a minisztérium azzal is előállt, hogy az online oktatási folyamatban résztvevők, azaz a pedagógusok, diákok és szülők nyilatkozatot írjanak alá, amelyben vállalják, hogy nem rögzítik a tanórákat. A nyilatkozatok aláírására egyelőre éppen a jelenlét hiányában nem kerülhet sor. Hogy ezek meglétét, vagy helyettesítését, vagy valamilyen fajta kiváltását lehetővé kell tenni, vagy mégis megoldható ezeknek a teljesítése az iskolai körülmények között, ezek nagyon vitathatóvá válnak most már ezzel a legújabb intézkedéssel, és félek, hogy itt általában a minisztériumi szintű adhok jelleggel meghozott döntésekre itt is nem teljes mértékben megfontolt és nem szakmailag fenntartható döntések sorozata fog következni, amelyek további káoszt okoznak az oktatási rendszerünkben. A tanórák, azok én úgy gondolom, hogy egészséges környezetben úgy vannak, hogyha megvan a maguk intimitása. Tehát egy tanóra, ha csak a tanár, illetve a diákok ezt nem vállalták külön, akkor ezek maguk intimitásában zajlanak. Nyilván most az utóbbi időben, március óta nagyon megváltozott a helyzet, tehát nagyon sok esetben ez az úgynevezett fekete doboz, ha így nevezzük ezt a... Tehát olyan szempontból, hogy az órák azok a belső intimitásban zajlották, tehát a külvilág szemei elől elzárva, akkor most ez nyilvánosság elé kerül tulajdonképpen, mert az online óra az úgy zajlik, hogy a tanár látszik minden lakásban, ahol a gyerek bekapcsolódott az online tevékenységbe, és akkor felmerül az a probléma is, vagy felmerülhet az a probléma is, hogy ezekkel valakik visszaélnek, például felvételt készítenek,
ami még nem is akkora nagy baj, viszont hogyha ez nyilvánosság elé kerül, akkor ez már gondokat okozhat, úgy a pedagógus, de akár a gyerekek szemszögéből is. Az új helyzet természetesen nem csak a tanítóknak, tanároknak, hanem a szülőknek is sok fejtörést okoz. Sok esetben már önmagában a hétről hétre módosuló szabályok követése is. Egyrészt mint szülő, tehát mint a nagy családos a szülő elég intenzíven részt kell venni jelen pillanatban az oktatásban. Oda kell állni a gyerekek mellé, és hát az elmúlt bő fél esztendőben, márciustól errefele elég sűrűn változnak a helyzetek. Úgyhogy napirenden kell lenni velő. Egyrészt mint szülő, vagy leginkább mint szülő. Másrészt, mint a Magyar Szülők Szövetségének elnöke, teljes mértékben napirenden kell lenni, nem csak azokkal a változtatásokkal, amelyek megszületnek, hanem azoknak már a tervezeti formájában is ott kell lenni és jelen kell lenni. A szülők egyik legnagyobb gondja az adott helyzetben, hogy az online, otthoni oktatás, főleg kisebb gyermekeknél nem történhet felügyelet nélkül. Vagyis a csak online jelenlevő pedagógus mellett napközben is szükségessé vált a szülői felügyelet. A kisgyerekes családoknál, ahol a gyerek az online oktatás mellett felügyeletre szorul, ott képtelenség az, hogy a szülő vele, tehát egyrészt otthon kell maradjon, hogyha haza is tudná vinni a munkáját és online térben dolgozzon tovább, akkor sem igazán tudja megoldani, mert a 8 órás kötött munkaidőt a gyerek mellett nem tudja végrehajtani, hiszen a gyerek a segítséget igényel egyrészt a digitális eszközök használatában, másrészt pedig a tanulásban. A Szülői Szervezetek Országos Szövetsége a magyar szülők hangsúlyos részvételével éppen a múlt héten, tehát a teljes online oktatásra való áttérést megelőzően készített egy felmérést arról, hogy mennyire lenne mégis indokolt a tanintézmények bár egy részének megnyitása. Főleg annak tükrében, hogy pont a tegnap este zártuk le a Szülői Szervezetek Országos Federációja által készített felmérésünket, amiből egyértelműen kiderül, hogy a szülők szinte 100%-os arányban egyeznek meg abban, hogy nem egyeznek meg. Tehát az egyik fele visszatérne az iskolapadba, vagy megnyitatná a tanintézményeket, a másik fele pedig pont a homlok egyenest ellenkezőjét mondja és kéri. Tehát tényleg ilyen másfél százados eltérés van a szülők véleménye között. Ez azt jelenti, hogy egy nagyon kevés századdal, egy nagyon pici százalékos arányjal van többségben az, aki megnyitná a tanintézményeket. Ez azt jelenti, hogy meg kell találni annak a módját, hogy hogyan tudjuk helyi szintekre leképezni. Mert elég valószínű, és a következő felmérés erről fog szólni, hogy elég valószínű, hogy az urbánus és a rurális vidék véleménykülönbségét látjuk ebben a történetben. Ez tehát újabb olyan probléma, amelynek kezelése várat magára. A kizárólag online térben történő oktatást egyelőre egy hónapra rendelték el a hatóságok. A szülők, tanárok kérdéseire nincs válasz. Mint ahogy arra sem, hogy milyen új fejlemények várnak a diákokra a tanév során.